A szerda éjeli esőzés nyomait a városban reggel tócsák jelezték, az Epreskert utca viszont így nézett ki még délelőtt is. Az árok telve vízzel, ami a szomszédos cég telephelyét is elöntötte, a járda szintén víz alá került. Délután szivattyúval próbálták rendezni a helyzetet és eltüntetni a fölösleges vizet a területről, de hosszú távon ez nem megoldás. Kérdésünkre a szexádi önkormányzat közölte, az Epreskert utcai iparterületen az 1960-as, 70-es években kezdték el az üzemek kialakítását. Ezen város része a település sík vidéki részén található. Az ingatlanok létesítésekor nem lett eléggé feltöltve a terület. Ez okozza a jelentős elöntéseket a befogadó sétpatak magas vagy a akár már közepes vízállásánál is. Műszakilag megnyugtató megoldást a csapadékvíz átemelővel történő továbbítása jelenteni a befogadóba, ezért egy csapadékvíztározó, átemelő műtárgy és a hozzá csatlakozó csapadékvíz elvezető rendszert fog megépíteni itt az önkormányzat. A jövőnk energiája területfejlesztési alapítvány 2018-as pályázatán 3,6 millió forintot nyertek a tervezésre. A tervezővel a szerződéskötés jelenleg folyamatban van. Az idei évben elkészülnek az engedélyezési tervek, és az engedélyt is beszerzik, a jövő év csapadékmentesebb időszakában pedig megkezdődhet a kivitelezés.